Egy baráti horgásztúrával kezdődött baleset lett a vége. Az M6-os autópályán Paks térségében történt személyi sérüléssel járó baleset tavaly szeptemberben, melyet az egyik utas idézett elő. A két barátjával hazafele tartó ittas zavarodott 36 éves férfi élettársával telefonon azt közölte, el akarják őt rabolni. Miután megkérte a sofőrt, hogy álljon meg, és az nem tett ennek eleget, a bátmonostori férfi az anyósülésről berántotta a kéziféket. A jármű megpördült a szalagkorlátnak, csapódott, és az M6-os autópálya közepén megállt. A baleset után a vádlott kiszállt az autóból és futni kezdett. A bíróság a vádlottat mindezért 1 év 10 hónap börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette, továbbá kötelezte 480 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére is. A balesetben a sofőr 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett,